Köszöntöm a közéleti magazin nézőit. Soha nem volt még ekkora tétje a májusi európai parlamenti választásoknak, mondta Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Szekszárdon tartott Tolna megyei kampányító fórumon. A megjelent képviselők szerint elfogadhatatlan az a terv, hogy 25%-kal kevesebb pénzt kapjon Magyarország fejlesztésekre. Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint nem szabad engedni a bevándorlás párti nyomásnak és elfogadni azt az uniós tervet, hogy a fejlesztési pénzeket a bevándorlók számához kötik, és büntetik azokat a tagállamokat, akik erre nemet mondanak. Nem akarjuk elfogadni azt, hogy pénzekkel akarják büntetni, mert nem akarunk beállni a fősodorba, és ehhez kitalálnak mindenféle jogállamisági, meg egyéb varázsszót, de gyakorlatilag, ha megkaparjuk, hogy mi van mögötte, az van mögötte, hogy ha nem megyünk együtt a többiekkel azzal, hogy hogy legyünk bevándorló ország, akkor büntetni akarnak, és most olyan elképzelések vannak, hogy ezek a büntetések akár pénzek, komoly pénzeket is jelentsenek, kohéziós pénzek elvonását. Ezt mi nem akarjuk, ezért keleményen küzdünk, ezért nem mindegy, hogy hányan leszünk ott az Európai Parlamentben, akik ezért küzdeni tudunk. Egyelőre én azt látom, hogy az Európai Néppártban is nagy a tét. Tehát mi próbáljuk megtartani az Európai Néppártot is olyannak, amilyen akkor volt, mikor beléptünk ebbe az Európai Néppártba. Ez az Európai Néppárt változott, mi nem változtunk. Mi ugyanazt képviseljük, mint amikor meghívást kaptunk Kohl kancellár úrtól annak idején. Ez a néppárt, ez eltolódott balra, és én azt gondolom, hogy van egy feladatunk, hogy ezt az eltolódást megállítsuk, és valahol megtartsuk annak a keresztény néppártnak, aminek fontos szerepe van az elkövetkező időszakban is Európában. De mi mindenképpen tartjuk ezeket az értékeket, tehát mi abból nem fogunk engedni, hogy felvállaljuk és képviseljük a keresztény értékrendet, és nem engedünk ennek a bevándorláspárti nyomásnak. A megjelentek szerint elfogadhatatlan az a terv, hogy 25%-kal kevesebb pénzt kapjon Magyarország az Európai Unió bevándorláspolitikája miatt. Ribányi József, a Régiók Bizottságának magyar delegáció vezetője, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke úgy véli, a magyar kistelepüléseknek nagy szükségük lenne a fejlesztésre. A jelenlegi bizottság és parlament elképzelései szerint pénzeket kellene átcsoportosítani a migrációra. Ez a jelen számok azt mutatják, hogy 25%-kal kevesebb pénzt szeretnének Magyarországnak adni. Holott nekünk meg nagyon komoly kihívásaink vannak, és szeretnénk egy olyan parlamentet, ahol ezeket a pénzeket nem hogy csökkentenék, hanem inkább növelnék, hiszen kis településeink nehéz helyzetben vannak, az emberek elköltöznek a kis településekről, és a jelenlegi pályázati struktúrákban általában a nagyobb települések megfelelő humán erőforrással bírnak, sokkal jobban tudnak labdába rúgni a pályázás során. Jó lenne, hogyha ezek a települések, a jövőben a nagyobb települések egyfajta kooperációban, hálózatban tudnának közösen pályázni. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy több pénz kellene. Tolna megyei fejlesztések tekintetében itt vagyunk a 2027-es ciklusnak az elején. A tervezés folyamatban van, és az előbb említett logika szerint szeretnénk megkeresni a településeinket, a járási központokat, hogy úgy alakítsák majd ki a fejlesztési programjaikat, hogy mindenképpen közösen is vonják be a körülöttük lévő kis településeket, hogy a kis településekhez is megfelelő pénz jusson, és olyan szolgáltatások és olyan lehetőségek alakuljanak ki a jövőben, amik egymásra épülnek. Süli János tárca nélküli miniszter úgy látja, ez a régió az elmúlt években kimaradt a fejlesztésekből. Kevés új üzem került például ide. Ez már csak a paksi atomerőmű bővítése és az azt követő időszak miatt is fontos lenne, jelentette ki. Azt szeretnénk, hogyha itt a Győr, Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét vonal alatt is jelentős fejlesztéseket tudnánk végrehajtani, mert ennek a régiónak szüksége is van rá. A településfejlesztési operatív program révén jelentős forráshoz jutott Tolna megye, a beruházások zajlanak, mondja Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, aki szerint a program folytatására is szükség lenne. Jól látható eredményei vannak a tevékenységüknek, és jól látható eredményei vannak az Unió által nyújtott támogatásoknak is, hiszen a megyékre legjellemzőbb program ugye területi operatív program volt, amely 27,5 milliárd forintnyi összeget biztosított az itt élő emberek jövőjének jobbítása érdekében. Azt gondolom, hogy
jól használtuk ki ezeket a lehetőségeket, és nem is fejezhetem be múlt időben a mondatot, mert zajlik még minden. Tehát számos program félidőben van, számos építkezés folyamatban van, de vannak olyan elemei a programnak, amely még el sem kezdődött, csak a nyertesek vannak meg. Azt gondolom, hogy ez nagyon komoly előrelépés a megye életében. A fórumon megjelentek úgy vélik, annak érdekében, hogy a Magyarországra jutó fejlesztési pénzek ezen a szinten maradjanak, és ez a régió továbbfejlődjön, olyan parlamenti bizottságra, olyan európai parlamentre van szükség, ami ezt támogatja. 187 milliárd forintos felújítási program kezdődik rövidesen a Paksot övező Közép-Dunamenti térségben. Ennek részeként több út megújulhat. Süli János miniszter, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Tolna megye kormány megbizottjait és megyei elnökeit tájékoztatta a projekt állásáról. A kormány szándéka egyértelmű, meg fog épülni Paks 2, erről tájékoztatta Süli János miniszter az öt megye vezetőit. Egyedül az atomerőműben tudnak időjárástól függetlenül olcsó villamos energiát termelni, ez pedig elengedhetetlen a rezsicsökkentés és a gazdaság versenyképességének fenntartásához. Hogy akkor tudjuk a pontos dátumokat, amikor be tudjuk hatóság engedélyezést adni a létesítési engedélykérelemhez tartozó közel 300 ezer oldal dokumentációt, ezen komoly munkavégzés folyik, és mind a építéssel kapcsolatos IPC szerződést, mind a pénzügyi finanszírozás szerződésé az folyamatban van. A parlamentben is ezeket a dolgokat elmondtuk annak érdekében, hogy mindenki tisztában legyen majd az új lehetőségeinkkel. A kezdetektől fogva nem csak Paksban gondolkodtak az atomerőmű bővítésen dolgozó szakemberek, hanem a tágabb értelemben vett régió fejlesztésére is kihatással lesz a két új blokk építése. Mi egyértelműen Baranya, Somogy, Tolna megye és Bács-Kiskun megye, hisz a híz összeköt bennünket ebbe a vonatkozásba, de ugye Fehér megyével is értelmszerűen ezt a kört tudjuk bővíteni, hisz Dunaújváros mindenféleképpen ebbe a centrumba beletartozik, a kohászati alapismeretek, hegesztés technológia, anyagvizsgálat, azt képviseljük, hogy nekünk is van autópályánk, vannak egyetemeink, vannak kihelyezett egyetemi karok, van Baján vízügyi képzés, a mi régiónk is bír olyan adottságokkal, mint az ország más régió, és ha van egy fokozott érdeklődés az erőműépítés kapcsán a régió iránt, Paks kapcsán, akkor nekünk kötelezettségünk az, hogy ne csak Paksra koncentráljuk a ipart, hanem próbáljuk teríteni ebbe a régióba. A megyék vezetői óriási lehetőségnek tekintik a beruházást. Úgy gondolom, hogy megyéinknek, ha beszéltek a többi megyei elnök nevében is, nagyon nagy lehetőséget rejt magában a paksi fejlesztés, a legkisebb településtől a legnagyobb városunkig. Biztos vagyok benne, hogy több fejlesztést és lehetőséget tartogat magában, mint az elmúlt évek topos pályázatai és lehetőségei. Hiszen fontos az, hogy a legkisebb településének is megtaláljuk a lehetőségét, azokat a profilokat, amiben ők tudnak hozzájárulni ehhez a fejlesztéshez, illetve hogy az ott élőknek az életét, az ellátását, kiszolgálását onnét is tudjuk táplálni. Ez nagyon fontos lesz nekünk, hiszen például Baranyában is 300 településről beszélünk, és ebben szeretnénk mi is megtalálni miniszter úrral közösen a lehetőséget, hogy minden településünket, aki erre hajlandó és megvan benne a szándék, azt bevonjuk, hogy ezekben az ellátásban, illetve a gyárak fogadásában vagy a kiszolgálásban részesítsük a Baranya megyei településeket. Természetesen egy ilyen gigaprojekt lehetőség a térségnek, lehetőség a fejlesztésre. Számunkra nagyon fontos, hogy a Pécsi Egyetem szakembereivel, szakember utánpótlásával meg tudjon jelenni a programban. Azok a közlekedési fejlesztések, amelyeket már régóta dédelgetünk, és talán hiányoznak a baranyai lehetőségek,
lehetőségek között, gondolok itt a Pogányi repülőtér meghosszabbítására, az M9-es becsatlakoztatására, Pécset érintően a Mohácsi híd elkészült tére, mind-mind olyan projektelemek, amelyek így a Paksi atomerőmű vizén, a Paksi atomerőmű projekt kiterjesztett részeként meg tud valósulni. Ez egy lehetőség, és remélem, hogy a Baranyában élők, legyenek azok vezetők, lakosok, előnyeit fogják látni ennek a projektnek, és amennyiben nekünk az eljárások folyamán most már, mint kormány megbízott, mondom, és a hivatalunkat tekintve lesz dolgunk és lehetőségünk, hát itt leszünk, és arra készülünk, hogy lesz is dolgunk. Mindig készülünk, folyamatosan készülünk arra a feladatra, ami elsősorban a kerítésen kívüli beruházások kapcsán ránk fog hárulni. Nagyon örülök annak, hogy a szomszéd megyék képviselőjét, közgyűlési elnököket is, illetve kormányhivatal vezetőket meghívták erre a megbeszélésre. Azt talán kevesen tudják, hogy mi személyesen is jó kapcsolatban vagyunk ezekkel a főispánokkal, viszont én azt gondolom, hogy a kollektív tudás mindig több, mint a személyes tudás. Tehát örülök annak, hogy részben ők is tudják, hogy milyen feladat áll előttünk, részben pedig én azt gondolom, hogy együtt, hogyha úgy adódik, akkor közösen az engedélyeztetést, illetve a térségfejlesztést, hiszen itt azt hiszem, hogy azért az engedélyezésnél ez egy lényegesen fontosabb momentum, hogy a térségfejlesztésben működjünk együtt. Az atomerőmű bővítés felfutása 2022-re várható, eddigre a térséget alkalmassá kell tenni a beruházás lebonyolítására, ezért a kormány 187 milliárd forintos felújítási programról is döntött, ami jó részt a Paks környéki 47 település közútjait érinti majd. Ki kell használni ezt a lehetőséget, tehát minden olyan területfejlesztési koncepciót, amelyet hozzá lehet kapcsolni az atomerőmű építéshez, azt meg kell tennünk, ebbe a megye is segít. Tulajdonképpen a területi operatív programban is számos olyan települési projekt van, amely marginálisan vagy pedig direkt módon kapcsolódik az atomerőműépítéshez. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos történet lesz a megye életében. Ismét léphetünk előre azon a ranglétrán, ami egy képzeletbeli ranglétra a megyék között, és emelkedhetünk akár a GDP egy főre jutó arányában a munkaerőpiaci fejlődésben, és hát az értékteremtésben. Az ipar is fejlődésnek indulhat az építkezéssel, a megbeszélés helyszínét biztosító fémipari cég is szeretne részt venni Paks 2 építési munkáiban. Az elmúlt két évben 6 rosszatomos delegáció volt már nálunk, aki ugye megnézett minket, nézte a lehetőséget, és nem titkoljuk el, mi is ugye persze lobbizunk is ebben. A Szekszárdi Garai János Gimnázium újra projektvezetőként közreműködik az Erasmus programban. Az Európai Bizottság által finanszírozott projektben ezúttal lengyel, spanyol és olasz gyerekek dolgoznak együtt a szekszárdi diákokkal. Az Európai Bizottság által támogatott Erasmus programban már nem először vállal projektvezető szerepet a Garai Gimnázium. Míg az előző projektben a természettudományok kerültek a középpontba, most a nyelv használata a legfontosabb elem. Tartalom alapú oktatás nyelvi órákon valósul meg. Tehát a témája nagy mértékben különbözik. Ez azt jelenti, hogy a különböző idegen nyelvi órákra német, angol, és francia órákon bizonyos tantárgyakból néhány elemet beteszünk, például én angol órákon a történelemből egy kicsit, egy másik csoporttal biológiát tanulunk angolul, a francia szakos kollega Hekelné Posta Katalin irodalmi anyagokat visz be, a földrajz német szakos Faust András pedig földrajzot tanít német órákon, vagy például a Becker Helmut irodalmat tanít német órákon. Ez nem azt jelenti, hogy olyan mélységekben, mint az alapórákon természetesen, hanem 2-3 hétig vesznek egy-egy modult. Tehát egy évben kétszer 2-3 hét zajlik ezekkel a modulokkal. A jelenlegi projektben olasz, spanyol és lengyel diákokkal dolgoznak együtt a garaisok. Megpróbáljuk úgy megfogni a diákokat, tehát motiválni, hogy egyrészt
nagyon releváns témákat viszünk be órákra, hogy nem csak arról beszélgetünk angol nyelvi órákon, hogy a papa ül a tévé előtt, anyuka főz, meg hasonló, tehát, és nem csak csupán nagyon hétköznapi témákat, hanem belenyúlunk igenis történelembe, biológiába, egy picikét jobban, mint eddig valaha. Másrészt a másik nagy része a pályázatunknak a digitális eszközök használata. Hát eddig is használjuk persze, meg használtuk az interaktív táblát, de most digitális applikációkat mobiltelefonnal. Ami azt jelenti, hogy a tanár vezényli ugye a táblánál laptoppal a játékokat, és a diákok már előzetesen letöltött applikációval követik ezt nyomon, és játszanak. Hát ennek van a legnagyobb sikere, mondanom se kell, tehát én már úgy megyek be órára, hogy a gyerekek beállították nekem a laptopot, és akkor kehútozunk. És szinte tüntetőleg kórusban követelik, hogy játszunk. És hát persze sokat játszunk, és hatalmas előnye van, tehát én hiszem, és tudom, mert beigazolódott, hogy ha játszhat a gyerek, és azt csinálja, ami tetszik neki, akkor lehet az első világháború, lehet az állatok öregedése közötti különbség, megtanulja. A program folytatásában szeptemberben Lengyelországban folytatódik a közös munka. Gyakorlati szakemberek és egyben zsűritagok számára is kellemes meglepetés évről évre az az országos szakmai tanulmányi verseny, amit 33 évvel ezelőtt hirdetett meg a palánki székhelyű Csapó Dániel Agrárszakképző Intézmény jogelődje, az egykori mezőgazdasági szakközépiskola. A palánkra beérkezett agrártémájú dolgozatokat személyesen prezentálták és védték meg a diákszerzők. Az agrárszakképzésben Dél-Dunántúlon, de már a dunántúli térségben is fontos, meghatározó szerepet betöltő palánki székhelyű agrárszakképző komplex intézmény egyik a múltból féltve őrzött kincse, a nappalisok számára 33 évvel ezelőtt elindított szakmai tanulmányi verseny, amelyre immáron a csapónapok keretében kerül sor minden évben. Nagyon bízom benne, hogy a visszajelzések, ugye még nem volt alkalma megkérdezni a résztvevőket, hogy nagyon pozitív. Az, hogy 33. évvel rendezzük ezt az emlékversenyt, ez egy óriási feladat számunkra. Egyrészt óriási megtiszteltetés is, hogy 33 évvel ezelőtt az akkori elődeink ezt kitalálták, ezt a versenyt, és mára azt gondolom, hogy ez már olyan országos méretű szakmai verseny nőtte ki magát, hogy országos híre van, iskolák jönnek és számítanak erre a versenyre évről évre, és most is 16 különböző iskola méret, tanulói mérették itt meg magukat. A vidékfejlesztés is beleértve három nagy, az agráriumhoz köthető témakörben születtek meg a diákok munkái, amelyeknek a megvédésére, a zsűri elépi elmagyarázására több száz kilométerről is jöttek palánkra. A zsűrinek minden évben a bőség, de a magas színvonal zavarával is meg kell küzdenie. Az egyik szekció elnök értékelő beszédében nem kevesebbet állított, mint azt, hogy sok dolgozat elérte, illetve meg is haladta a főiskolákon, egyetemeken írt pályamunkákat, hova tovább szakdolgozatokat. Foglalkoztak növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, élelmiszerláncbiztonságot érintő témák voltak terítéken, és úgy gondolom, hogy valamennyi diák sajátjának érezte ezt az egész pályamunkát, illetve az előadásmódot. Fontosnak tartottuk a zsűritagokkal azt szerint rangsorolni a pályamunkákat, hogy mennyi saját munkát tett bele egy-egy diák, illetve mennyi saját kísérletet végzett egy-egy pályamunkával kapcsolatosan. És elmondhatom örömmel, hogy szinte valamennyi pályamunkában volt saját hozzáadott érték, illetve saját kísérlet. A mintegy fél száz pályamunkából kategóriánként a három legjobbat díjazták, köztük is rangsorolva. A házigazda csapós diákokért is lehet szorítani minden évben, és lehet általában találkozni is velük az iskola könyvtárában tartandó ünnepélyes eredményhirdetésen, amelyen, mint zsűritagok, több ismert Tolna megyei székhelyű agrárcégek, agrárvállalkozások jeles képviselői is mind ott vannak. Igazából amiért nekem ez a téma kézenfekvő volt, az azért, mert a szüleim táplálék kiegészítők forgalmazásával foglalkoznak, és ugye emiatt én minden napokban benne vagyok ebben,
illetve orvosi előadásokra is járok, ahol nagyon sokat hallottam már az antibiotikumok káros hatásairól. Az antibiotikumok ugyanúgy kikerülnek az állatokból a környezetbe, és az elfogyasztott növényekkel is ugyanúgy az emberekbe visszakerül. A téma nagyon aktuális és felettépkényes az állattenyésztésben. Már a tartalomjegyzék is megtöltött egy teljes A4-es oldalt. Én elsősorban állattenyésztéssel szeretnék foglalkozni innen, miután kikerülök, illetve egyetemre is szeretnék tovább tanulni. Végigvinném nagyon szívesen ezt a témát, viszont ahhoz, hogy ezt végigvigyem, ugye egy teljes sertéstartó telepet kéne létesíteni kutatásnak, és mellesleg ott vannak a költséges vizsgálatok. Természetesen vannak ellendrukkelek is, vannak, akik nem akarják az antibiotikumokat megszüntetni, hiszen jelenleg még hatásosak, de nem látják a következményeket, amik következhetnek, és most kezdenek el kijönni azok a kutatások, amelyekbe elmondják, hogy későbbiekben még a lehetséges. Ez emberekbe is ugye ugyanígy visszabekerül, és olyan betegségek alakulnak ki, amelyeket már nem tudunk kezelni egyszerűen, és belehalhatunk. Napi gyakorlati kérdést feszegetett dolgozatában a másik csapós különdíjas, aki az őszi búzánál vizsgálta a vetési idő és a csávázó szerek összefüggéseit saját, otthoni, dégen található Fejér megyei családi gazdaságuk tapasztalatai alapján. Itt a csávázó szerek közti különbséget próbáltam vizsgálni, és a vetési időt, hogy mondjuk... Ugye az egyiket október 26-án vetettem el múlt évben, és két héttel később, és hogy az optimális vagy esetleg a késői vetés mennyi különbséget okozhat a fejlődésükben. Már van egyfajta konklúzió is a diák számára ebben a gazdák többségét még mindig megosztó témában. Én az időben vetett búza mellett tettem le a voksomat, mert sokkal nagyobb védelemmel indul a télbe, és sokkal jobban kivészeli azt. Nagyon különböző témák vannak, nagyon széles a merítési bázis a lehetőség, hiszen itt az élelmiszeripartól, a különböző sütemények készítésétől mód és lehetőségük van a gyerekeknek mondjuk bemutatni a bogarak mindennapi életét, vagy éppen a jótékony hatását például a szerves trágyának, vagy a műtrágyának, és hát azok a kísérletek, amiket pedig a diákságok saját kutatási eredményeképpen ugye végeznek, az pedig valóban jó alap lehet a későbbiekben esetlegesen továbbtanulási szándékukat követően, mondjuk egy egyetemi szakdolgozat elkészítésére. Ennyi fért a Közéleti Magazinba, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!